Hello, fiúk, lányok, itt vagyunk a következő videóban, és tovább bontogatjuk a Panini Score FIFA kiadását, ami ugye nem egy konkrét ligához kötött, hanem van benne mindenféle klubcsapat, válogatott, úgyhogy ebből próbálunk most valami jót bontani. Hát, 4 darab fatpacket hoztam, itt volt egy rövid agyfagyás. Egy fatpackben ugye 30 kártya van, úgyhogy meg fogunk nézni most gyorsan jó sok kártyát. Reméljük, hogy jön valami jó is belőle, bár ez abból a displayből van, amiből az 1x1-es Foden lapot nyitottam, úgyhogy nem túl sok jóra már nem számítok belőle. Van itt egy Sophia Smith, Virgil van Dijk, Upamecano, Jonathan Tah, egy Messi, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané, és egy paralel rögtön itt az elején, Joshua Kimmich, Németország. Ezen kívül van még egy Julian Álvarez, David Raum, Lisandro Martinez, Donnarumma, Kamavinga, Szecsnyi, és itt egy keeper, Onana, a Manchester Unitedből. Nagyon szépek ezek az insert sorok. Én nagyon szeretem őket. Aztán itt egy Score Team Barella, Rüdiger, egy Ismail Sarr Szenegálnak, Angel Correa, Marcus Thuram, Nkunku, egy Miretti a Juventusból, Koch a Frankfurtból, és a Parallel, az pedig Giroud francia mezben. Aztán a maradék egy Alex Morgan, Garnacho Argentínának, Salah, Marcus Rashford, Goretzka és Kevin De Bruyne a Manchester Cityből. Nézzük a következőt. Van itt nekünk egy Ter Stegen, Emiliano Martinez, Reece James, Onana, nagyon kapusos így az eleje ennek a csomagnak, Griezmann, Sommer, és egy Phil Foden, ez egy Phil Foden-es box. Ezt már kijelenthetjük, a paralel egy Phil Foden, a Manchester Cityből, aztán egy Edson Álvarez, egy Nicholas Jackson, Kevin Trapp, Kulusevski, Barella, és ott jön egy kék számozott Mazraoui mögött. Mindjárt fordítunk egyet. Hogy Rafael Veiga per 50 a Palmeirasból rookie lap. Aztán jön még egy Score Team, Nkunku. Hát ő jöhet külön, mert azért annyira sokat nem fogunk bontani belőle. Aztán egy Cannus, hát rookie. És visszatértünk a base lapokhoz, egy Dizazi, Gatti, Skiri, Madison, Pulisic, Luis Diaz, Tyler Adams, és még egy paralel, Chiesa, olasz válogatott mezben. Aztán itt mögötte egy Manchester City-s John Stones, Azpilicueta, Calhanoglu, Raheem Sterling, Scavini és Tchouameni Franciaországnak. Na most járunk a felénél, megnézzük, hogy a másik kettőből mik jönnek. Van itt egy Cristiano Romero, Jude Bellingham, Kobe Mainu rookie lapja, Memphis Depay, bocsánat, csak már olvastam a következőt, aki Dumfries, Alaba, Thiago Silva, egy Kim, korai csapatból, aztán Weston McKinney, Locatelli, Trinity Rodman, Trent Alexander-Arnold, és ott már látszik is a narancssárga számozott, Kamavinga mögött, egy per 35-ös, Raúl Jiménez, Mexikó, aztán mögötte egy Pure Class, Jungmin Son, a Tottenhamből, szépek ezek a fektetett lapok, és van még itt egy Breakthrough, Samuel Lino az Atletico Madridból. Marad itt egy Hoffman, Bernardo Silva, Morata,
Calabria, Hakimi, Toni Kroos és egy Tchouameni, még ebben a csomagban egy lézer paralel változatban. Mindjárt itt egy picit arrébb rakosgatjuk, hogy kiférjen minden is. Aztán egy Raheem Sterling, Scavini, Tchouameni bészlapja, Alex Morgan, Garnacho, Salah és Rashford. Hát bontottunk két számozottat, tehát nem lehet okom a panaszra. Nézzük a következőt. Egy Vinicius Junior, Real Madrid, aztán Chiesa, Cristiano Romero, Phil Foden, Pavard, Kimmich és mögötte egy Pavard. Francia válogatott mezben az első paralel, aztán egy Mazraoui, Julián Álvarez, David Raum, Lisandro Martínez, egy Donnarumma, Kamavinga, Szecsnyi, és itt egy breakthrough, Enzo Fernández a Chelsea-ből. Ezt így átrendezzük. És mögötte még egy Chaibi a Frankfurtból. És egy aláírt! Van egy aláírt! Ez a doboz. Ebből jött ugye az 1/1-es Foden. És jött belőle egy aláírt is, Benjamin Henrichs. Hát ez milyen doboz? Jézus, ha tudja az ember, hogy ez van benne, ennek ez a doboznak az értéke, az bőven több 100 000 forint. Már csak a Foden lap miatt is. És akkor emellett még van benne egy per 199 és aláírt. Benjamin Henrichs, Németország. Azt a kutya mindenit. Az igen. Hát, ez az idei szkorszéria, ez nekem lényegében mindent adott, amit a focis kártyagyűjtésből ki lehet szedni. Fabio Miretti, egy Koch, Udogi maradt még, Enzo Fernández, Darwin Núñez, Vea, McAllister, Jota, Aronson, egy Mats Hummels, John Stones, Azpilicueta és Calhanoglu. A végére, hát, ugye most bontottunk egy per 35-ös Raúl Jiménezt, egy per 50-es Rafael Veigát, akik nem a legnagyobb nevek, de kárpótol minket az aláírt, ami egy per 199-es Benjamin Henrichs, úgyhogy ha tehetném, életem végéig szkort bontanék, de szerintem én is unnám meg ti is egy kicsit. Úgyhogy ez lett volna ez a mai videó, köszönöm, hogyha megnéztétek, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb.